Ajde, úr, nézi fel. Rűvelék a rűveléktek. De az kisen húzta érget felleni. Ez durtán így felfengi, uniszó a bűnökszáj. Hozott és ismeretlen szövegeket olvastak fel középiskolások a hagyományosan megrendezett dr. Habis György egervárosi német szépkiejtési emlékversenyen. A 14 résztvevő 7 oktatási intézményből érkezett, felkészítő tanáraikkal együtt. Kovácsik Hanna kétszer járt Németországban, nagyon szereti a nyelvet. Egy hónapja folyamatosan készülök, különböző idegen szövegeket olvasok, és hát nagyon sokat olvasom ugye azt a szöveget is, amit én választottam. A Sárvári Kálmán Technikum és annak jogelődje 11. alkalommal rendezte meg a vetélkedőt. 2002 óta az intézményen belül, majd 2011-től városi szintű verseny lett, ahova elődöntősök kerülnek. A verseny névadója dr. Habis György a Szent Bernát gimnáziumban kezdte oktatói pályafutását, majd az államosítás követően évtizedeken át tanított német, olasz, angol és magyar nyelvet egri középiskolákban, illetve szakfordítóként is dolgozott. Fontosnak tartotta azt, hogy a diákok életszerű oktatást kapjanak, ezért például rendszeresen tanított napi lapokból, hogy friss legyen a szókincsük a fiataloknak. Nagyon fontosnak tartom, hogy Egerben ilyen színvonalú verseny zajlik. Köszönet érte az ambíciózus diákoknak, a felkészítő tanároknak és a szakértő zsűrinek. A két fordulóból álló rendezvény fővédnöke Habis László a tavaly év győztesének, Csuhay Flórának egy emlékplakettet nyújtott át. Az idei év győztese a Gárdonyi Géza Ciszteri Gimnázium tanulója Bisztricki Sára lett, így ez az intézmény vihette magával a vándorserleget.